Sziasztok! Sikeresen vettem egy ilyen Stone of Ephemeral Ice-t, attól az NPC-től a Valley of Defilement-be, itt pedig... Jó, itt is vegyünk egy darabot. És így elvileg megvan a hét. Most ő meg itt emlegetett a Valley of Defilement-be két NPC-t. Valami Moonlight Knight-ot, meg valami Easter Earl cuccot, de hát én két olyan fegyvert, ha jól emlékszem, találtam. Most nem tudom, hogyha megmutatjuk neki ezeket a fegyókat, akkor... akkor ad-e valamit érte? Ezeket. Lecsekkolom. És nem, semmit. Csak ilyen tanácsot adott, hogy ezért kutasd át a mocsarat, hát ha találsz valami hasznosat. Például ugye ezt a dögöt is. Itt kurva jól néz ki ez a kard. És csak kettő a súlya. Na de így viszont, hogy van nálunk 7 darab ilyen kő. Így. Megcsinálhatjuk ezt a Pure Black World Tendencies dolgot a zénél is. Mi az már? Valley of Defilement-nél. Én meg látszik, hogy ugye farmolgattam izénél. Shrine of Storms-nál ugyanis megint jött egy adag termés ilyen Sucker Stone-ból, meg ilyenekből. Hát akkor... Innen is meg lehet halni szerintem lazán. Meg amúgy is valószínű, hogy innen kell menni, ugyanis a Garl Vinlandet azt már megöltük Black Phantom verzióba. Aki még itt ilyen NPC volt, az a Selen Vinland. Az pedig tudom kb. Hogy merre van. Na akkor... halljunk meg 7-szer. És akkor elvileg már Pure White-nak kéne lennie a karakter tendencinek, hogyha még itt is végzünk egy... izével. Mi az már... Black Phantommal. Nem tudom, hogy az jót tette, hogy az Old King Dorant megöltük-e közbe. Lehet, hogy nem. Bár az csak a karakter tendencit, ahogy néztem, nem nagyon vitte le. Na mindegy, hát akkor... én egy vakmerő ugrást a... posványba. Így. És akkor ezt még 6-szor. Elvileg 7-szerre haltunk meg. Akkor ezt frissítsük is le ezt az állapotot. Az itteni Black Phantom az meg ez a Selen Vinland lenne. Akkor nem tudom, hogy ez is tud-e ilyen gyógyítós hülye trükköket, mint a bátyját. Én inkább feltételezem azt, hogy igen. Tehát nem tudom. Ja, ezt is lefeketítettük. Nem tudom, hogy elég lesz, hogyha itt is megöljük a Black Phantomot. Lehet az Old King Dorant későbbre kellett volna hagyni ezek után. Na jó, most már mindegy. Bár szerintem meg lesz. Ma az végül is egy külön történet, tehát nem ilyen ártatlan izé NPC. Oké, hogy most itt Boletariában, akkor nem Pure White a World Tendency. Lehet azt rontotta le. Bár akkor nem hiszem, hogy ilyen fehér lenne a karakter tendency. Tehát szerintem jók vagyunk. Szerintem még itt is végzünk az aktuális Red Phantommal, ugye Selen Vinlanddel, aztán pedig kicsináljuk azt a Primeval Demon, na az is itt valahol tuti, hogy a mocsárba lesz, tuti. Ez itt jó nagy terület, és ugye itt is van egy ilyen hevenyébb összebaszott kerítés, szerű dolog, és majd megnézem mindkét oldalán, és itt is jó nagy bejárható terület van, tehát tuti, hogy itt lesz valahol a Primeval Demon. Most pedig akkor kezdjünk el megindulni erre. Hú, és most viszont baszki, ugye észreveszitek, hogy kevesebb a HP-nk lélekformába. Erősebbek az enemik. Én azoktól nagy bunkósoktól félek. Ott a gyíkocska. Ah, jó, jól van, jól van. Köszi játék. Köszi játék, kap be a faszt.
Mindegy, hagyjuk. Menjünk erre, mert innen egyszerűbb. Innen tudom is az utat teljes bizonyossággal. Meg jó, hogy ezeket a macskajancsikat még mindig többé-kevésbé van hiteljük. Ja igen, itt át a medúzákon. Na azért, itt már nem tudok bukfencezni, már csak néztem, hogy... Mi ez? Jó, mérgezés. Na tehát át kell menni ennek a kerítésszerű dolognak a másik oldalára, ugye Selene Vinland miatt. Aztán meg körülnézünk ott, Primeval Demon ügyben. Szóval nincs ott, akkor visszajövünk erre az oldalra. Ez a leggecibb hely, ahova tehetik, tehát tudja, hogy itt van. Van egy vörös fantom megfelelője ennek a... Ó, ne! Nem akarok halált már most. Pedig az lesz, bazd meg, hát milyeneket üt már rám. Menjünk csak arrébb egy kicsit. Nem lesz ez így jó kurvára, bazd meg. Másikat akartam először elkapni. Igen, neked aztán már HP-d is van. Na még egyet. Oké. Egy V1-be már ilyen pajzsal nem lesz probléma a tag. Ütései problémásak. Tó, mondjuk azért a plusz 10-es Purple Flame Shield azért feladja neki a leckét, de vigyázzunk, mert nem akarok meghalni. Tényleg. Innen ez már one hitet tud osztani. Remélem jó sokat adsz te, bazd meg egy ilyen köcsök tag létedre. Hú. Hát azért gyerekek, ezek kemények. Jó, és akkor most adja a köveket, amikor már nincs rá szükségünk, na mindegy. Meg aztán... Készüljünk be a Selene Vinland ellen. Ami azt jelenti, hogy a Light Weapon-t azt úgy... Azt úgy tartsuk készenlétbe. Várjátok csak, geci leszek. Innen megyek. Valami olyan helyen, ahol nem tudok mérgeződni. Vagy na, nem tudom, gyorsba kéne, mert még benyalom a mérgezést. Na, még egy Royal Lotus-t gyorsba. Csak sikerült azért még. Aha! Neki milyen pengéje van már? Olyan, amivel telibe szarja azt, hogy nekünk pajzsunk van, de... Ne. Elvileg egy szigeten vagyok, akkor most... Hú, vele vigyáznunk kell. De hogyha ennyire leszarja, hogy nekünk pajzsunk van, akkor két kézbe a... Guillotinex-et. Jó van, ügyes vagy. Nem baj, ő nem egy akkora ellenfél. Tehát látjátok azért őt széjjel tudjuk csapkodni.
Nem lehetsz ekkora féreg, bazd meg! Nem lehetsz ekkora büdös nagy féreg, te kurva! Tudod mit? Gyere, ha akarsz valamit! Telébe vagy szarva! Jaj! Na! Ne! Ne olcs már széjjel! Ne olcs már széjjel! Azaz! Hú, bazd meg! Nem tudom, mi volt az elektronos hülyeség, amit ő nyomatott, de... De valami hatása azért úgy van. Blind. Vagy blind. Most mindkétféleképpen kiejtettem. Nézzük ezt a dolgot. Physical attack. Dexre S-sel scale-el. Fizikai. Blade is illusory and light as a feather. It can pass through a shield's defenses. 0,1-es a súlya. Hát gyerekek, dexeseknek ez egy elég jó cucc. A most pedig... Tudjátok, mit szarok a mérgezésre. Tényleg van egy rakat full mongressünk, meg ilyenünk. Szaladjunk körbe itt és keressük azt a... Jó, szaladjunk. Sétáljunk körbe itt és keressük azt a Primeval démont. Hát mondjuk inkább ilyenek legyenek a Black Phantom, mint a ZHP-val, mint a Scourger. Eddig az volt nekem a legkeményebb. Komolyan. Jó, meg az Old King Doran, de mondjuk az nem volt Black Phantom. Na mindegy. Utolsó pillanatban mindig bemegy bazd meg a mocsárba, mert ő persze tud gurulni ebbe a genyába, én meg nem. Az én karakterem a fejét rázza bazd ki. Így. Akkor közben jönnek még ezek a fasztarisznyák is. Na. Igen, és észrevehetően kevesebbet gyógyít a fű, hogyha mérgeződünk közbe. Jó, mindegy, annyi baj legyen. Valahol itt van az a hülye csigafészek is. Arra pontosan. Tehát nem itt van Primeval Demon. Mondjuk úgy ide vicces lett volna ide tenni, de ha legalább ne laggolnék. Na jó, itt viszont csináljunk egy ilyet, mert itt lesznek még ellenfelek. Ó, bazd meg, tényleg ott is egy Red Phantom ebből a köcsökből. Azaz, sikeresen meglőttem azt is. Komolyan mondom, bazd meg. És akkor üssek mellé, nem, tehát... Tehát itt ténylegesen, bazd meg, gratulálhatok magamnak. Ne, megint ahol nem tudok mozogni. Nem igaz. Nem hiszem el, komolyan nem hiszem el. És megint az a köcsök vörös fantom van elől. Jó, így már megleszünk. De miért lökök ilyenkor mindig ezt? Egyszerűen nem akarom megérteni. Amikor meg akarok egy ilyen shield guard break-et, akkor meg az Istennek se adja be. Mindegy. Hú. Jól jártam ezzel a pajzsal. Tudom, hogy most a tűz az lehet jól jönne ugye a Dragon Longsword miatt, de... Mindegy. Egy-két átváltoztató kő esetleg. Persze, hogy akkor indulsz meg. Te is, hát...
Tényleg, itt komolyan mondom... Van geci okosak az ellenfelek. Van geci okosok itt az ellenfelek, hogy tudják, hogy én mikor akarok gyógyítani, bazd meg. Meg mikor nem. Na itt pedig ne menjünk fel ebbe a fából összetákolt szarba, hanem... Nézzünk még körül itt. Jó, mondjuk majd fogunk jönni ide is, amikor NPC-ket fogunk gyilkolászni, de... Az arrébb lesz. Azaz jó, ti kelletek még ide, tényleg. Itt a Primeval démon! Yeah! Esküszöm, ezekből hármat láttam az előbb. Ez gyorsan meglett. Igen. Na most akkor nézzük azt a karakter tendenciát, hogy... Ja, nincs elég izé. Nézzük azt a karakter tendenciát. Elvileg Pure White-on kéne lennünk. Elvileg. Ezt onnan tudjuk kideríteni mindjárt, hogy beszélünk a Monumental. Azt, ha kapunk gyűrűt, akkor Pure White. Ja. Ez elvileg most az. Elvileg. De hogyha mégsem, az azt jelenti, hogy elbasztam azzal, hogy az Old King Dorant így izé... Mi az már? Lehet nem kellett volna azt akkor megölnöm, balfaszoltam. Lehet, hogy emiatt nem lesz meg, ki tudja. Kurva jó. Legközelebb meg akkor mikor fogom tudni megszerezni azt a Friends Ringet? Két végigjátszással később, ha ugyanezzel a karakterrel nyomulok, mert Pure Black karakter tendenciről fölvinni Pure White-ra az... Akárhogy nézzük, az meg két végigjátszás. Látjátok, így is egy olyan... 5 Black Phantomot ki kell nyírni, hogy fölmenjen. Ja, nem is erre kell jönni. Ha nem. Itt jöttünk. Várjunk már. De ideig jól csináltam, ideig jól jöttem. Hát én bárhogyan nézem, ez nekem Pure White-nak tűnik. Na nézzük. Azaz. Friends Ring. Akkor megvan, megcsináltuk. Megvan a Pure White karakter tendenci. Örök harcos gyűrűje. Az is nagyon király. Raises attack power as a phantom. Tehát a segítők vagyunk valakinek a világában, iszonyatosan erőseket fogunk ütni, verni, rúgni, vágni. Trophyt miért nem kapunk ezért a cuccér? Hogy Pure White karakter tendenci. Na mindegy. Következő rész akkor pedig... Ja, nem fölfelmegyünk. Ez pedig akkor arról fog szólni, szerintem már más nincs hátra. Ugye az utolsó boss előtt. Ugye a King Alant előtt. Meg azt mondta Monumental a játék elején, hogy ha az Old One-nak ugye kigyírjuk az összes démonát, akkor majd ez egy új szolgát fog keresni, azaz magához fog minket csalni. Tehát akkor elvileg ez a King Alant lenne az utolsó ilyen démon. És akkor utána szerintem már véget ér a játék. Mindjárt majd meglássuk. Előtte még akkor annak örömére, hogy megcsináltuk ezt a Pure White karakter tendenciát. Tudom, hülyén hangzik, hogy egyből lekúrjuk Pure Black-re. Te más nem mondasz. A Pure White karakter tendenciát mi a rákomért nem kapunk izét? Trophyt. Ezért úgy én adnék, mert tényleg nem egyszerű elérni. Tehát így minden világot roncsál le Pure Black-re. Na mindegy. Megvan a Friends Ring. Ez volt a lényeg. Cuccokat pakoljuk le, meg javítsuk meg.
meg tököm tudja. Azt a blindet is jó, mondjuk ennek nagy súlya nincs, de ez is ilyen unique weapon legalább. Gondolom más se lehet fejleszteni, vagy ha igen, akkor colorless Demon Soul-al. Tehát a következő részben akkor valószínű, hogy NPC-ket fogunk írtani halomra. Akik amúgy ilyen haszontalanok, meg mit tudom én. You come back alive. I need your business. Rendben, és ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot. András voltam, sziasztok!